Köszöntöm nézőinket, a Jásztrió Televízió eheti apáti hírmondóját látják. Az országgyűlési képviselők képviselői jogállási törvény rendelkezése alapján minden év január 1-től számított 30 napján belül vagyonnyilatkozatot tesznek. A parlament honlapján már olvasható Pócs János vagyonnyilatkozata is, melyet mi is megvizsgáltunk. Ezzel kapcsolatban helyreigazítással is kell televíziónknak élnie, mert a 2011. február 4-i Berényi hírmondónk adásában és ismétléseiben tévesen tüntettünk fel adatokat a képviselő vagyonnyilatkozatából. Pócs János nem rendelkezik sem teljesen, sem fele részben az általunk valótlanul feltüntetett 185 négyzetméteres lakóházzal és a hozzá tartozó 88 négyzetméteres garázsal és pincével, továbbá Tihanyban sincs 93,5 négyzetméteres lakóháza 13,5 négyzetméter pincével. A 25%-ában tulajdonában lévő családi gazdaságból plusz más nem önálló tevékenységből származó jövedelme csak a 2009-es adatok alapján volt évi bruttó 2.246.922 forint. Tévedéseinkért mindenkitől elnézést kérünk. Ami megfogalmazódott bennem, az a vagyonnyilatkozat közzétételét illetően, az, hogy ugye, ahogy ez az anyagban is lejött, eredetileg is nagyobb vagyonnal rendelkezik a cégem, mint az átlag képviselő. Mondjuk így, hogy egy kicsit össze lett ez egészen biztos, hogy véletlenül montírozva a szekeres képviselőtársamnak a tihanyi villájával és a tihanyi pincéjével. Ez mindenféleképp arról szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy a cégem az rendelkezik egy vagyonnal. 98 óta mi folyamatosan egy mezőgazdasági vállalkozást építettünk, és maga a cég az rendelkezik egy jelentős hitelállománnyal, az én magánszemélyem az viszont nem. És ez külföldön így természetes. Természetes az, hogy valaki épít egy céget, elér egy bizonyos egzisztenciát, és utána úgy gondolja, hogy az idejét, az energiát, a tudását a közjavára fordítja vissza. Magyarországon ez még nem jellemző. Magyarországon az jellemző, ha már az adott példánál maradunk, hogy Szekeres Imre több mint 10 évvel ezelőtt Jászapátira eljött egy kockalámpás zsigulival, elkezdte a politikai tevékenységét, tehát neki nem cégei voltak, hanem politikai tevékenysége. Ma Pest-Hidegkúton van villája, Tihanyban van villája, és Tihanyban van borospincéje. És ez az, ami az embereknek kivágja esetenként úgymond a biztosítékot. El nem ítélhető módon, mert politikusként vitte, amire vitte. Persze ugye megvoltak a maga vélt vagy valós híresztelések a HM-be, a korrupcióval kapcsolatban, meg voltak Jászapátin is, mert ahogy mondani szokták, fejétől büdösödik a hal. Ma van egy igazságügyi szakértővizsgálat a városba, ahol tényként ki van mutatva, hogy egy kisebb beruházásnál is 3 millió forint hiányzik. És úgy gondolom, hogy ha a vagyonnyilatkozatra visszacsatolunk, ez a nagy különbség, amikor valaki a politikusból lett tehetős ember, vagy valaki magánszemélyként felépített egy egzisztenciát, és ő utána lett belőle politikus. Egészen biztos, hogy én a politikai pályafutásom ideje és leendő ideje alatt se a cégem, se a magánvagyonom a törvényes keretektől nagyobb mértékben nem fog gyarapodni. Ez egészen biztos, és ez nagyon fontos, mert a politikusnak a megítélése ettől függ. Az egyszerű emberek csak azt látják, azt érzékelik, hogy nekem a minimál bérből kell, vagy a munkanélküli segélyből kell kijönnöm úgy, ahogy ki tudok jönni, addig, amíg a politikusnak a vagyona pedig milyen szinten gyarapodott. Úgy gondolom, hogy ezt fontos tisztába tenni. Azt pedig különösen szeretném kiemelni, hogy nem nekem, hanem Szekeres Imrének van Tihanyba villája, és neki van borospincéje. Én mindent Jászapátira, tehát a cégemet illetően minden fejlesztést, minden lehetőséget a városunkba gyarapítottam eddig is, és ezután is oda fogom. Azt hirdettük, hogy Jászapátit jászépátiaknak kell építeni. A belső megélhetés, a belső fogyasztás fellendítése, ez a térségnek a legnagyobb lehetősége. Én nem fogok se házat, se pincét, se semmit a jászságon kívül gyarapítani, akkor sem, hogyha erre lehetőségem lesz. Most se ezt tettem.